érdekes. Az első szektorhoz érkezvén Alonso már 3-10 másodperc hátrányban van Fettelhez képest. Gyakorlatilag a Red Bullokat akkor most szépen lassan egy időmérőzésre az első hétvégén elfelejtheti mindenki, mármint a többi csapat. Ez nem jelenti azt, hogy valami a futamon is hasonló lesz a helyzet. Az is szép volt, közel a falhoz Alonso. Szóval nem feltétlenül jelenti azt, hogy ekkora fölényben lesznek holnap a Red Bullok.